A Paks 2 beruházás jelenlegi állapotáról és az idei évi megvalósítás terveiről tartott tájékoztatót a térség polgármesterei számára Süli János, a bővítésért felelős tárca nélküli miniszter és Mittler István kommunikációs igazgató. Utóbbi kifejtette, a lehetőségekhez képest minden magyar településen tájékoztató előadásokra kerül majd sor annak érdekébe, hogy az állampolgárok pontos képet kapjanak a beruházás fontosságáról és ütemezéséről, illetőleg választ kapjanak a felmerülő kérdéseikre. Süli János felsorolta az idei esztendő tennivalóit, melyről azt mondta, ez lesz az engedélyezési eljárások éve. Utaltam rá, munka. Hát ez az alapmenetlen. És ugye ehhez fűződnek jellemző dátumok, és 6.30 engedélybeadás. És ugye beszéltünk, tájékoztattuk a polgármester urakat, hogy szeretné a földmunkába hamarabb belefogni. Annak is akkor a magyar jogszabályi háttere úgy van megfogalmazva, hogy a létesítés engedély kérelmet követő 3. hónapba beadhatjuk ezt, tehát akkor szeptember végén szeretnénk a földmunka talajmegerősítés, résfalazást, de az engedélykérelmet beadni, és akkor így folyamatosan azt gondoljuk, hogy év végére, mert 60+30 nap határidővel kell a hatóságnak ezt az engedélyezést végrehajtani, akkor bízunk benne, hogy legkésőbb 20 év végére megvan az engedélyünk, és 21-ben nekikezdhetünk ennek a munkának, ami nem kell vele megvárnunk a szeptember 30-ai létesítés engedély kérelem kiadását. A beruházáshoz kapcsolódóan több építkezés is megkezdődik a megyében, ami az úthálózat korszerűsítését jelenti. Itt akkor Németkér-Cece, akkor nagy dolog, végig be meg fogjuk csinálni a lehető leghosszabb végig, Sárszentlőrincét megyünk be vele, majd később meg tudjuk csinálni Sárszentlőrinc és Simon tornya között, hisz annak van ragyogó, jó szakaszak arra, meg van olyan, ahol elfogyott szinte azon. Tehát ezekkel mind, de folytatjuk Bölcske-Madocsa, vagy Madocsa-Bölcske, ahogy akkor a Dunaszentgyörgytől Fad, Tolna, Szexár, tehát ezek az utak mind sorra kerülnek. A kiszolgáló épületek megépítése is elkezdődhet. Beszéltünk arról, hogy még 119 létesítményt kell a területen megépíteni, ebből 80 az épület, iroda, konyha, egyéb. Így akkor ezeknek is az épületeknek folyamatosan a engedélykérelmi tartóság részére be kell adnunk, haladnunk kell abba is, hogy ezek a épületek is minden hamarabb elkészülnek. Amikor a főépületet elkezdjük, addigra azért betonkeverőüzemnek kell lenni. Később már festőüzemnek kell, raktárnak lenni. Tehát ez ezért feladatot inkább az, hogy az ütemes végrehajtás, nem gyorsítás, ütemes gyorsítás a lényeg. És mivel megkaptuk tavaly szeptemberben a tervcsomagot, 19. szeptember végén, ebből 8 hónap után nekünk lehetőségünk van beadni az OHA részére a létesítési engedélykérelmet, ez 6.30 a dátuma, és utána akkor 15 hónap áll rendelkezésre a hatóságnak, hogy ezt elbírálja. Párhuzamosan ugye jogszabályt előkészítettük, kint van most uniós notifikáláson ez a jogszabály, hogy a beadott engedélykérelemet követő 3 hónap után be fogjuk adni a földmunkákra vonatkozó terveket, engedélyeket. Szeretnénk arra 60+30 napja van a hatóságnak, tehát azt jelenti, hogy 20 végére, ha minden plottul megy, akkor meg kell kapnunk a gödörásásnak, talajmegerősítés résfalnak a engedélykérelmét, és akkor tudjuk hamarabb, hisz a eredeti tervek szerint az 21. szeptember 30-án lett volna módunk, hogyha a végleges engedélyt, létesítési engedélyt kezünkben van. Tehát ez egy fontos. A fejlesztéshez kötődően több környező településen, illetve Pakson infrastruktúrális építkezések kezdődnek majd annak érdekében, hogy zökkenőmentes legyen az ide települő dolgozók befogadása.
adtunk át az önkormányzatoknak pénzt arra, hogy tervezzék a saját vízvezeték hálózatuk, szennyvízhálózatuk bővítését, annak függvényében, hogy oda viszik lakóparkokat, lakóhelyeket, akkor több ember ezt ki kell tudni szolgálni ezeknek a műtárgyaknak. Paksváros kapott az idén is ugye ingatlan vásárlás fejlesztésre, a vízhálózattal együtt az 4 milliárdos csomag volt, de abból címzette 2 milliárd kisajátításokra, konzervgyári ingatlanok megvételére, tavaly előtt kaptak 8 milliárdot hasonló dolgokra, és akkor ezeket is valóra kell váltani. A forrás itt van, kell csinálni a területek előkészítését. Mindent egybevéve 2020 év végére minden dokumentum elkészülhet annak érdekében, hogy jövő szeptemberben megtörténhessen az első kapavágás a Paks 2 beruházásban, mondta Süli János.